Szervusztok, áldás, békesség! A múlt héten Irénke néni mesélt nektek, és láthattátok, hogy húsvét után visszatértünk az Ószövetséghez, Ábrahám és utódai történetéhez. De mi is ez az Ószövetség, új szövetség dolog? Nektek van otthon bibliátok? Vagy anyáit, apáit néha meg szoktátok nézni? Nézzétek csak, ez egy direkt fiataloknak készített biblia. Én ezt most kaptam, de majd pár év múlva oda fogom adni valaki másnak, már tudom is, hogy kinek. Tudjátok-e, hogy ebből a bibliából, amiben benne van az Ószövetség és az Új Szövetség is, körülbelül mekkora rész az Ószövetség és mekkora rész az Új Szövetség? Mi most valahol itt az elején tartunk, Mózes első könyvénél. Pontosan ma a 31. részről fogok nektek mesélni. Tudjátok-e, hogy hány könyv van benne összesen? Könnyű megjegyezni, mert két egyforma szám. 11, 22, 66, talán emlékeztek régebbi gyerekisten tiszteletekről, néha beszélgettünk erről. És ebből 39 ószövetségi könyv van, és igen, közben ki is számolhattátok, 27 új szövetségi. Mi most az elején tartunk az Ószövetségnek, azonban a húsvéti történet már az Új Szövetségben van, ami valahol itt kezdődik. Látjátok? Ennyivel hosszabb az Ószövetség. De mi most még az elején tartunk, és ma folytatni szeretném a történetünket. A főszereplőnk Ábrahám, majd Izsák után Jákob. Benne folytatódik Isten története és Isten ígérete. Mi lehet ez? Ti mit gondoltok? Szoktatok ilyesmit csinálni? A mai aranymondásunk, amit most elmondok az elején, az Úr álljon őrt közted és köztem, mikor nem látjuk egymást. Ezt a két főszereplőnk mondja egymásnak, Jákob és Lábán. Emlékeztet ez benneteket valamire? Ez egy ígéret, egy őr, annak a jele. És egyfajta imádság is. Ezért most hajtsuk meg a fejünket, és mi is imádkozzunk Istenhez az alkalom elején. Istenem, köszönöm neked, hogy hétről hétre elhívsz bennünket, tanítani szeretnél, hogy megosztod velünk ezt a történetet a te ígéretedről. Köszönöm, hogy mi is az ígéreted részei lehetünk, és köszönöm, hogy így közvetlenül szólhatunk hozzád, és meghallgatsz bennünket. Kérlek, nyisd ki a szívünket és a fülünket, hogy befogadjuk a mai üzenetedet. Ámen. A történetünk végén fogok bővebben beszélni a kőrakásról, ezért most ide kiteszem oldalra. És hogyha megnézitek, itt mögöttem láttok egy képet. Három alak van rajta, egy férfi és két nő. Látjátok, hogy az Ószövetség korába járunk, hát nem olyan ruhába vannak, mint amilyenbe mi szoktunk itt Gárdonyba mászkálni. És láttok még négy darab juhot is a képen. Mit gondoltok, ki ez a férfi? Igen, természetesen Jákobról van szó, és a két feleségéről, akikről Irénke néni mesélt múlt héten, Ráherről és Leáról. Szerintem a lila ruhás az idősebbik, Lea, aki 10 gyereket szült Jákobnak, a másik pedig Ráhel, akit a történet szerint jobban szeretett Jákob, és végre Ráhelnak is született egy fia, József. Ezt a kis családot a gyermekek nélkül láthatjátok a képen. De mit keresnek itt a juhok? Lábán lányait vette el feleségül Jákob, és Jákob foglalkozása tulajdonképpen a pásztorság volt, őrizte Lábán juhait, és a fizetséget is juhokban kapta. Ez egy ilyen nagyon furfangos rendszer volt, mert megegyezett Lábánnal, hogy a foltos juhok lesznek az övéi, és Isten segítségével egyre gazdagabb lett, egyre több juha lett. És itt láthatjátok ennek a vagyonnak
egy részét. Tehát nem voltak bankbetétei, mint manapság sok szerencsés embernek, vagy akár nagy háza, vagy autója, viszont volt rengeteg jószágja, és ez jelentette a gazdagságot. Lábán azonban, ha emlékeztek, mindig becsapta Jákobot újra meg újra, először a lányokkal, aztán a fizetséggel. Hát nem volt egy álomapós. De mivel egyre több vagyona volt Jákobnak, valószínűleg benne is felmerült, hogy el kéne hagyni Lábán házát, hiszen ő már önálló, családdal és vagyonnal rendelkezik, és valóban az úr meg is szólította, és visszahívta Kánaánba, ahonnan elindult a történet elején. De itt is van egy kis bökkenő, hiszen miért jött el Kánaánból? Miért jött el az eredeti hazájából? Ha emlékeztek, volt egy Iker testvére, és Jákob is elég csalafinta volt, úgy becsapta az Iker testvérét, hogy az azt mondta, hogy meg fogja ölni, ezért menekülnie kellett. Hát most itt van, lett egy új élete, és az úr visszaküldi oda, ahol ilyen veszély fenyegeti. Vajon mi sülhet ebből ki? És vajon mit szól Lábán ahhoz, hogy ez a fiú, aki ilyen gazdagodást produkált ott nála, akinek ennyi juha lett, és valószínűleg Lábán vagyonát is gyarapította, akin Isten áldása van, el akar majd menni a házától. Bár Isten küldte vissza Kánaánba Jákobot, Jákob úgy döntött, miután megbeszélte feleségeivel, hogy nem fog Lábánnak szólni, hanem fogja a vagyonát, ami szerinte jogosan az övé, és elmegy. El is indult a sok jószággal, juhai voltak, tevéi. Mit gondoltok, hány juha lehetett? Mit gondoltok, hány juh van manapság Európában? Mi számít sok juhnak? 100, 1000, 1 millió? Európában 62 millió juh van jelenleg, az rengetegnek számít, hát biztos legalább több száz, hanem 1000 volt Jákobnak is. Ha ránéztek most a következő képre, akkor láthatjátok, hogy Jákob elindul Kánaánba, nem szól Lábánnak, akkor indul el, mikor Lábán elmegy a saját juhait nyírni, és nem tudja, hogy mi történik. Láthatjátok, hogy fölülteti a családot a tevékre, ő pedig gyalog megy elől, és követi a család és a nyáj. Titokban szökik el, és mikor erre rádöbben Lábán, 7 nap elteltével, akkor bizony nagyon mérges lesz, hiszen Jákob egy ilyen aranyattojó tyúkocska volt neki. Az az áldás, ami Jákobon volt, elérte Lábánt is, és ő bizony nagyon élvezte. Szerette a vagyont, szerette, hogyha úgy történnek a dolgok, ahogy ő kigondolta. Szerette Istent is, azonban szeretett más dolgokat is. Ezeket a dolgokat bálványnak nevezhetjük. A pénz, a vagyon is egyfajta bálvány, de Lábánnak volt egy kis szekrénykéje, ahol ilyen kőbálványokat is tartott. Ezeket szerintem úgy lehet elképzelni, mint egy szobrot. És képzeljétek el, a fiatalabb lánya, Jákob felesége, Ráhel, ellopott egy ilyen bálványt. Sokat gondolkoztam, hogy ezt vajon miért csinálta. Valószínűleg azért, mert tudta, hogy az apja ettől a bálványtól vár szerencsét és védettséget. Ezért Ráhel, mikor felkerekedett titokban a család, magával vitte ezt a bálványt. Természetesen a hazug embert, huncut embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát, Lábán is utolérte Jákobot. Ha megnézitek a következő képet, látjátok Jákobot a csíkos ruhába, és Lábánt a lila ruhába. De van itt valami furcsaság. Jákob mérgesnek tűnik, és ti mit láttok Lábán arcán? Igen, olyan tanácstalan. Lábánt előre figyelmeztette Isten, és elmondta, hogy ha utoléri is Jákobot, se jót, se rosszat ne mondjon neki. Jákob tehát minden csalafintaságával együtt Isten védelme alatt állt. És bár Lábán hitt a bálványokban is, hitt Istenben is, két fele volt osztva a szíve, és engedelmeskedett neki.
Ezen a képen azt láthatjátok, hogy végre Jákob elmondja, hogy mi bántja. Kiönti a szívét lábának, és megmondja, hogy többször becsaptál, és többször nem úgy volt, ahogy megígérted. Először elveteted velem, 7 évig szolgálok Ráhelért, hozzám adod Leát. Utána pedig többször is megmásítod a bérem, és mindig próbálsz nekem kevesebbet adni, mint amennyi járt. Megindokolja, hogy miért szökött el, miért csapta be. Lábán valószínűleg megérti ezt, és Isten figyelmeztetése is hat a szívére, és ezért kész békét kötni. Ha megnézitek a következő képet, azonban egy dolgot kiköt. Szeretné visszakapni a házi bálványát. Szüksége van a kis szoborra, hiszen ettől várja a szerencséjét. Vajon Ráhel is ettől várta a szerencséjét, vagy így akarta megvédeni a családját? Keresi mindenhol Lábán a házi bálványt, és egyik sátorban sem találja, pedig Jákob azt mondta neki, hogy akinél megtalálod, legyen halálfia, de nem találja. Bemegy végül Ráhel sátrába, és ott is keresi. Ráhel azonban, szintén nagyon csalafinta, ráül egy teve nyereg alá, teszi, és ráül, és azt mondja apjának, hogy ő most nincs jól, és ezért nem is kelhet föl a nyeregből. Így Lábám dolga végezetlenül nem találja meg a bálványt, és föl kell adnia ezt az egészet. De vajon kedves volt-e Isten előtt, hogy Ráhel ezt tette? Jákob történetében is azt látjuk, hogy a becsapásnak, a bűnnek mindig következménye van. Azonban most ezen a részén a történetnek nem találja meg Lábán a házi bálványt, és Jákob családja gyakorlatilag megmenekül, Isten védelme alatt folytathatja az utat Kánaánba. Így aztán, hogyha megnézitek a következő képet, láthatjátok, hogy Jákob ott áll, és megegyezik Lábánnal, a háta mögött elbújva a két lány, megnyugszik, hogy nem fenyegeti már őket veszély. Békét kötnek, és egy szent oszlopot állítanak. Biztos ők is többször felállították, mire több összedőlés után megmaradt, így. Ezeket a szépséges fehér köveket a bibliai parkból hoztam ki. Ez a szent oszlop emlékezteti őket arra, hogy békét kötöttek, szövetségben vannak egymással, Isten örködik fölöttük, és ott állítják föl az oszlopot, ahol a kettejük területe határos, tehát egyfajta határ is, és egy áldozati lakomával pecsételik meg a békét, amit kötöttek egymással. A történet elején azt olvashattuk, hogy békét kötnek, hogy Isten megszólítja Jákobot, menj el erről a földről, és térj vissza a szülőföldedre. Ez is történik, megkötik a békét, lesz egy határ, és innen hazaindulhat Jákob. Ahol újabb nehézségek várnak rá, hiszen a bátyja felemegy haza, aki meg akarja ölni, de ez már a jövő heti történetem része lesz. Minden esetre Lábántól sikerült elválni, békét kötni, békében válnak el. És ez biztosan Isten munkája. Ő szerette volna, hogy mindenféle csalás, becsapás, veszekedés ellenére megköttessen ez a béke, és egy új fejezet kezdődhessen Jákob életében. Szóval erről fogok jövő héten mesélni nektek. Ha most megnézitek a képet mögöttem, láthattok egy ilyen szép kőrakást, ez egyfajta oltár is lehet, és ez mindenképpen emlékeztet embereket arra, hogy mit ígértek meg Istennek, vagy mit kér tőlük Isten, és hogy ezt teljesíteni fogja Isten is, támogatja őket az utukba, és nekik is ez legyen az élet céljuk, hogy Isten akaratát teljesítsék. Eddig tartott a mai történetem, most hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Istenem, köszönöm szépen neked ezeket a szövetségeket. Köszönöm, hogy kicsivel és naggyal egyaránt terved van.
És köszönöm, hogy mi bármilyenek vagyunk, te mindig ott állsz a szövetség másik végén, és vigyázod az utunkat. És köszönöm, hogy nem kell a te embereidnek tökéletesnek lenni, de az is nagyon fontos, hogy törekedjünk erre, és visszatérjünk hozzád, és mindig azt kérdezzük, hogy mi a te akaratod. Köszönöm szépen ezt a történetet a békességről és a megbékélésről. Szeretnénk ezt a jövő héten a szívünkben hordozni, és mindig, hogyha olyan helyzetbe kerülünk, ami nehéz vagy békétlenséghez vezetne, akkor erre gondolni, és te benned békét kötni. Amen. Ha van kis barátod, vagy esetleg valaki a családba, akivel nézeteltérésed van, ti is kibékülhettek, és csinálhattok egy ilyen mini kőhalmot, ami emlékeztet benneteket arra, hogy milyen jó békességbe élni. Sziasztok, áldás békesség!